Sziasztok! Üdvözlök benneteket ismét a csatornámon. A mostani adás egy kicsikét rendhagyó lesz. Ugye minden egyes videóm elején ajánlottam a kanvasulit. Most úgy döntöttem, hogy egy kicsikét részletesebben bemutatom nektek, hogy miről is szól a kanvasuli, miért érdemes regisztrálni, és gyakorlatilag mit kaptok a pénzetekért. Ugye azt mindig elmondom, hogy a kanvasuli egy zárt előfizetéses Facebook csoport, mint ahogy látjátok is, ez tényleg egy zárt csoport. Az előfizetés az nagyjából 2 kávé ára, tehát 8 euró havonta, úgyhogy szerintem ez egy teljesen korrekt ár. Előfizetni a galandras.org/kanvasuli weboldal tudtok, itt ugye már a jól ismert intro, egy kis rövid leírás, és láthatjátok, hogy tényleg 8 euró per hónap, és itt ezen az oldalon tudtok regisztrálni a kanvasulira. De még mielőtt belekezdenénk, szeretnék mutatni egy másik dolgot nektek. Ez pedig nem más, mint az új, hát új, most már gyakorlatilag 2 hónapos angol nyelvű YouTube csatornám, ahol szintén hasonló minőségben, mint a magyar csatornámon, csak angol nyelvű videókat találhattok. Sok esetben a magyarral mondjuk megegyező, hiszen áthoztam az ott jól működő videóimat, megcsináltam újra angolul, de azért vannak olyan videók is, amik igazából csak angol nyelven lettek megcsinálva, főleg olyan funkcióról van szó, ami mondjuk az angol nyelvvel működik igazából, mint például ugye készítettem egy ilyen automata feliratozós videót, ami a Canva-nak az egyik alkalmazása. Hát sajnos ugye az magyarul nem beszélt át, például ezt a videót magyarul nem volt értelme megcsinálnom. Illetve itt a videók, a Canva videók mellett elkezdtem a mesterséges intelligenciával is foglalkozni. Már abban a témában is van föltöltve 3 videóm. Az első videóban a Claude AI-t mutattam be, illetve annak az Artifacts részét, ami egy gyakorlatilag egy ilyen előnézett funkció, és itt készítettem a Claude AI segítségével a régi Nokia telefonokon meglévő Snake játékot, illetve egy interaktív sakkot. A második videóban, ahogy lehet látni, tényleg a képen is egy számológép volt. Egy számológépet készítettem, egy tudományos számológépet. Igazából ennek a videónak a lényege az volt, hogy hogyan lehet ezt a programot HTML fájlként letölteni, illetve hogyan lehet egy doménra felhelyezni. Erre mutattam itt ebbe a videóban egy megoldást, amire már is tudom nektek mutatni, például ez volt az interaktív sakk, amit én készítettem itt a Claude AI-ba, és ahogy lehet látni, ez tényleg egy működő sakk program, amit maga a Claude AI kódolt le nekem, és ezt töltöttem én föl ide a TinyHost weboldalra. Sajnálatos módon ez a mesterséges intelligencia nem éppen a legintelligensebb, és ahogy látom, ugye most az itt ki sem lépett a sakkból, tehát ez egy érdekes, nem minden funkciója működik tökéletesen, de azért ugye alapvetően a lépéseket ugye azért ismeri, ami szintén egy fontos dolog. Ugye megint itt már másodjára kap sakkot a király, de hát ugye ezzel nem igazán foglalkozik, de ugye nem is ez ennek a lényege, ez tényleg egy nagyon-nagyon alap mesterséges intelligenciás szoftver. A harmadikba pedig a képszerkesztésre, képgenerálásra foglalkoztam, hogyan érdemes a promptokat felépíteni, hogy itt ugyanazt a promptot elkezdtem bővítgetni, és lehet látni abban a videóban, hogy egy egyszerű, egy pár szavas promptból hogyan lesz egy többsoros prompt, ami egy kicsikét már komolyabb eredményeket hoz itt a képgenerálásba. Itt ebben a videóban én a Copilotot használtam, illetve, hogyha valakit érdekel az a mesterséges intelligencia és képgenerálás, itt az angol csatornám Community füle alatt rengeteg prompt van elhelyezve, képekkel illusztrálva, hogy az a prompt az, mit fog generálni.
ez is, hogy lehet látni, mind szinte co-pilotos, illetve az elején lesz pár Magic Media-s, ugye, ami a Canva-nak a jelenlegi saját képalkotó programja, ami reméltek hamarosan majd a Leonardo AI felvásárlása után egy kicsikét már komolyabb lesz, és elmegy egy kicsikét komolyabb irányba, mert sajnos most még nem a legtökéletesebb. Úgyhogy ha valakit érdekel a képgenerálás, itt talál rengeteg promptot, ugye, ahogy mondtam, a példákkal illusztrálva, hogy az a prompt számomra miket generált. Természetesen, hogyha ti beírjátok ezeket a promptokat, akkor nem 100% év ugyanezeket a képeket fogjátok kapni, de hát ugye pontosan ez a mesterséges intelligencia szépsége, hogy itt is sok esetben ugye 3-4 képet is feltöltöttem. Ugye ez volt a mostani angol nyelvű AI videómnak a borítóképe, de lehet látni, hogy ez itt tényleg egy hosszabb prompt, és erre is én is 4 különböző képet kaptam a Copilot-tól. Úgyhogy ez szerintem ezzel is érdemes egyre komolyabban foglalkozni, mert egyre jó minőségű képeket tudunk generálni, és egyre tényleg komolyabb szerepet fog majd ez az AI által generált kép készítés a mesterséges, tehát a marketingben is szerepet vállalni, hiszen sok esetben tényleg csak beírjuk, hogy mit szeretnénk, és készít egy képet, amit már majdnem hogy úgy, ahogy van, tudunk is akár adott esetben használni. Persze néhány esetben kicsit meg kell még variálnunk, vagy pontosítanunk kell, vagy esetleg szerkeszteni, rászerkeszteni dolgokat, vagy elvenni belőle, de ez még mindig egy alapvetően egyszerű funkció, sok esetben mind magát egy képet valami más módon elkészíteni. Úgyhogy erről nem is beszélnék tovább. Igazából amiről szerettem volna nektek beszélni, az maga a Canva suli, amit ugye az előbb már mutattam, hogy ez egy 8 euróba kerül havonta, ami tényleg 2 csésze kávé ára, és szerintem ezért ilyen árba, ilyen szintű tanfolyamot, oktatást, ahol még ti is kérdezhettek, illetve hát gyakorlatilag interaktív módon tudunk kommunikálni, nem nagyon találtok. Ez például a tegnapi élőnek a felvétele, ami lehet látni, ez is 54 perc volt. Ez ugye az élőnek úgymond a promója, hogy ez a videó lesz elkészítve az élő alatt, illetve hát ez volt az egyik része, és emellett ugye ebből kiindulva mutattam be más dolgokat, illetve hát hogyha a kérdés merül fel, akkor igyekszem a kérdést megválaszolni, de olyanra is volt már példa, hogy a kérdés kicsit bonyolultabb volt, amit ott a live-ból hátralévő idő alatt nem biztos, hogy meg tudtam volna rendesen mutatni, és emiatt egy későbbi alkalommal került rá sor. Készítettem belőle egy tutoriált, és akkor az lett bemutatva. Illetve ahogy látjátok, tehát már 38 tutoriál van fönt, nagyrészt ilyen 5-10, de van ennél jóval hosszabb tutoriál is, ahol egy-egy alkalmazást, vagy egy-egy technikát mutatok be a Canva-ból. Úgyhogy igyekszem ezt minél részletesebben megcsinálni nektek. Ez szintén egy live. Lehet látni, hogy válasz kérdéseket tesznek föl, válaszolnak. Tehát ez ilyen szempontból is egy nagyon jó. Töltöttem föl a Canva Magic Media Promptokból egy általam készített könyvet. Úgyhogy szerintem az is egy nagyon hasznos tananyag tud lenni. Illetve nagyon sok esetben az általam a videóban használt elemeket szintén föltöltöm magát a Canva linkjét, és lehet látni, hogy ebbe a tutoriálban például ezt a posztert készítettük el, akkor ide kiraktam mindenkinek, tehát bárkinek azokat az elemeket, amiket használtam,
és utána ugye abból készítettem el újra, ugye a tutoriában lehet látni azt, hogy ez hogyan készült, és akkor itt akár ti is meg tudjátok csinálni ugyanazt, amit én csináltam, és ugye nem biztos, hogy nektek pontosan erre van szükségetek, de látjátok azt, hogy hogyan készül, ott vannak az elemek, ugye másra is tudjátok használni adott esetben, úgyhogy ez szerintem ez szintén egy egyedülálló lehetőség, itt is ugye előre meg elkészítettem ezt, és akkor bemutattam, hogy az lesz elkészítve. Vannak ugye hírek, aktualitások, igyekszem általában az újdonságokat is bemutatni a Canván belül. Most például a következő videó az pontosan az elmúlt úgymond egy hónapnak az újdonságairól fog szólni, hogy milyen új alkalmazások kerültek be a Canvába, milyen új funkciók, illetve adott esetben egy-egy funkció milyen változáson ment keresztül itt a Canván belül. Hiszen az is elég gyakran előfordul, hogy megváltoztatnak egy funkciót, vagy kiegészítenek egy funkciót, és akkor új dolgokat is el lehet vele érni. Itt is például ugye ezt a posztert készítettük elebb a tutoriába. Itt is például itt van az, hogy én hogyan csináltam, és még ugye itt vannak a külön elemekben, itt vannak a betűk, itt van a hogy mit hogyan helyeztem el a vásznon, ami arra jó, hogy ha valakinek erre van szüksége, ugye látja azt a tutoriában, hogy egyrészt hogyan csináltam, de esetleg valamit nem ért pontosan, akkor meg tudja nézni, hogy az, amit én csináltam, az pontosan mi is azon a vásznon. Ami szintén szerintem egy nagyon fontos dolog, hiszen ez is fontos tud lenni, hogyha valaki valahogy elakad, látja, hogy mit csinálok, de nem pontosan érti, akkor meg tudja nézni azt, hogy ténylegesen én mit csináltam a vásznon. És tényleg ez is egy szerintem fontos dolog, itt például, hogy ezt a perspektív árnyékot készítettük el. Ugye itt számoltam be például a Leonardo AI felvásárlásáról, amiről sajnos még továbbra sincs semmi pontos információ, hogy ez mikor és mit is fog jelenteni a Canván belül. Én remélem, hogy ez tényleg a Magic Mediával össze lesz valamilyen módon kötve, hiszen azért a Leonardo AI-nak a képszerkesztője azért az egy nagyon, nagyon komoly eszköz, nagyon, nagyon jó minőségi, nagyon komoly képeket lehet vele készíteni, és remélhetőleg a Magic Mediának az AI felületét ezt le fogja majd váltani, hiszen az se rossz, haza is lehet nagyon jó képeket csinálni, de azért messze nem olyat, mint mondjuk a Magic Mediával. Ugye itt is lehet látni, hogy itt az animációk időzítéséről van szó. Itt is elhelyeztem mondjuk a linket, a kanvás linket, hogy én mit csináltam. Ugye itt meg lehet nézni, hogy akkor ez hogyan is működik. Ami szintén, mondom, egy számomra szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert sok esetben én is, amikor tanultam bizonyos technikákat, dolgokat, jó lett volna az, hogyha nem csak egy videót látok, hanem adott esetben ténylegesen meg tudom nézni, hogy ott az az elem az, hogy került oda, mi volt ott, hogyan volt ott, és ugye mindegyik ilyen link előtt elírom, hogy készítsetek először egy másolatot belőle, mert hogyha bármiféle módosítást végeztek ezen a linken, akkor ugye az eredeti videó, tehát ami nálam van tárolva, is módosulni fog. Természetesen mindig azért készítem belőle én is egy másolatot, és ezért van az, hogy ez az FB megjelölése, tehát Facebook megjelölése van fönt, így ha esetleg ez mégis valaki belenyúlna és valamit megváltoztatna, akkor én mindig helyre tudom állítani az eredeti linket. Ugye itt például szintén egy hír volt, hogy a Canva felvásárolta az Affinite-ot, ami szintén egyelőre még számomra nem teljesen egyértelmű, hogy ebből is mi fog kisülni, hiszen ez a szoftvercsomag is gyakorlatilag a Photoshopnak az egyik nagy ellenfele, ugyanúgy vektorgrafikus képeket lehet vele készíteni, amiket ugye magába a Canvába nem, és hát nem lenne így rossz, hogy ez is valahogy belekerülne a Canvába,
de lehet, hogy továbbra is csak egy különálló projektként fog működni a Canva mellett. Ugye szavazás, hogy mikor legyen a következő live, de ez már egy kicsit régebbi volt. Itt például a TextMaker alkalmazást mutatom be a Canván belül. Pontosabban ezt a party posztert készítettük el a TextMaker alkalmazás használatával, amivel ugye ezt a feliratot készítettem. Itt is ugye elhelyeztem az elemeket, lehet látni ugye például ezt a piros és kék elemet, ugye ezt igazából csak erre használtam, hogy itt a két oldalt ezt a színes foltot elhelyezzük rajta, úgyhogy tényleg szerintem ez most egy szinte tényleg egy egyedülálló lehetőség Magyarországon azoknak, akik a Canvát szeretnék jobban megismerni, hiszen ilyen áron ennyi tartalmat, ilyen szinten, főleg egy olyan szakembertől, aki Canva által is elismert, hiszen én vagyok Magyarország első Canva nagykövete. Azt azért hozzátenném, hogy nem az egyetlen most már szerencsére, de én voltam az első, aki ezt a megtisztelő címet megkapta. Ugye ez azt jelenti, hogy a különböző közösségi médiákban betöltött szerepem után, tehát a különböző tutoriálokat, amiket a YouTube-ra töltöttem föl, Instagramra, ide a Facebookra, ezen munkásságom után kaptam meg ezt a megtisztelő címet. És igyekszem is átadni a megszerzett tudásomat nektek. De ez a mostani videó ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet, remélem sokatokkal találkozok majd a Canva suliban. Sziasztok, és jó hétvégét!